Ütemtervnek megfelelően haladnak a 37-es számú főút Gesztely-Szerencs közötti szakasz négysávossá bővítésének munkálatai, jelentette be Kondt Zsófia, a térség országgyűlési képviselője március 28-án Gesztelynél megtartott sajtótájékoztatón. Igen, én azt gondolom, hogy a 37-es út kétszer kétsávossá bővítésének, ami ugye 19 km Gesztely és Szerencs között, ez tényleg az első nagyon nagy mérföldköve, hiszen mindenki saját maga kipróbálhatja azt az új 7 kilométeres szakaszt, ami már elkészült. Nyilván ez még nem a végleges állapot, tehát azt azért el kell mondani, hogy ez még folytatódni fog a munkálatokkal, de ez már az első szakasz, amikor a másik oldalon elkezdődik szintén a munkálkodás, és hát gyakorlatilag ez éven el fog készülni, és véglegesen pedig a tervek szerint 2023 első negyedévében lesz teljesen elkészült az útszakasz. Én nagyon-nagyon örülök neki, szerintem most tényleg mindenki látja, aki esetleg még nem hitte, mert olyan régóta vártunk rá, hogy ez meg fog valósulni, szerintem most már tényleg mindenki érzés látja, hogy ez megvalósul, és én tényleg úgy gondolom, hogy ez a következő 100 évünket határozza meg minden szempontból. Sokkal biztonságosabb lesz, tehát ez a legeslegfontosabb, nagyon leterhelt útszakaszról beszélünk. Nyilván itt vagyunk Hegyalja kapujában, és hát úgy gondolom, ez egy csodálatos vidék, ahova születtünk, és meg akarjuk minél több mindenkinek mutatni, hát ahhoz pedig jó utak kellenek, meg már ma elvárás, hogy tényleg, ha valaki ránéz a térképen, megnézi, hogy hol lehet négysávosan eljutni oda. Szóval ez minden szempontból nagyon jó, az M30-as miatt is nagyon jó, mert gyakorlatilag itt az egész térséget összekapcsoltuk, illetve összefogjuk négysávon, és hát a jövőben a munkahelyteremtés miatt is azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos dolog. Nyúl Zoltán, a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő ZRT vezérigazgató helyettese a sajtótájékoztatón elmondta, hogy március 28-tól a forgalmat átterelik az újonnan épült jobb pályára, így megkezdődhet a bal pálya szélesítése, a lokális pályaszerkezet cseréje, az elválasztósáv építése, illetve a régi hitak bontása. A fejlesztés által a térség településein élők a főút Miskolc és Gesztely közötti kétszer kétsávos szakaszához kapcsolódva gyorsabban és biztonságosabban érhetik el a megyeszékhelyet. A forgalom fenntartása mellett zajlik minden, ami külön kihívás jelent. Ennek a beruházásnak a kivitelezési szerződését mi 2021 évelején kötöttük meg, hogy az első néhány hónapban területelőkészítési, régészeti munkák zajlottak, amelyeknek az elvégzése nélkül ugye nem beszélhetnénk kivitelezési fázisról. Gyakorlatilag most vagyunk a közepén a tényleges érdemi kivitelezési munkáknak, és egyszerre szimbolikus a időbeliség, és egyszerre szimbolikus az is, hogy ez az átereléssel párosulhat már az útpályára. Hiszen épp azért, mert hogy ebből a 19 kilométernyi útból 17 kilométert az gyakorlatilag melléépítéssel valósítunk meg, még a maradék 2 kilométerbe ugye mind a két oldalán dolgozunk. Tulajdonképpen nem lehet folytatni úgy a kivitelezést a régi pálya megújításával, hogy az újat forgalom szempontjából ne vegyük igénybe. Ezt a munkafolyamatot az eddigi Duna-aszfaltos előkészületek eredményeként már meg tudjuk tenni. Ha ránézünk a térképre, akkor nagyon szépen látszik, hogy visszaköszönnek azok a körforgalmi csomópontok, amikre képviselő asszony már utalt. Tehát ezt a mellettünk lévő körforgalmi csomópontot átépítjük egy olyan turbó körforgalommal, amelyik gyakorlatilag az első számú csomópontja lesz ennek a szakasznak, és a másik 3 megvalósuló körforgalom, gyakorlatilag, hogyha innen haladunk Szerencs irányába, akkor Újharangot, Takta-Harkány, illetve Bekecs térségében megvalósuló 3 körforgalomról beszélünk. Ugye ezek is biztonságosá és jól közlekedhetővé teszik a teljes útszakaszt. Ezeknek a körforgalmaknak van egy olyan sajátossága is, hogy a közvilágításuk ugye ki fog épülni az újaknak, ennek a réginek pedig át fog épülni, és ezek olyan korszerű megoldásokat is tartalmaznak, amelyek eredményeként az energiafelhasználás optimalizálását is meg tudjuk valósítani, hiszen ezek csak akkor fognak teljes fénnyel működni, hogyha érzékelnek bejövő forgalmat, és amikor a forgalom kiment belőlük, akkor a fényforrások is takarékos üzemmódra váltanak. Szintén ez a fajta fényforrási átvezetés valósul meg Szerencs térségébe, hiszen ennek a végén van egy körforgalom, amit már nem érint ez a beruházás, viszont remekül átkötjük mind a fényforrások szempontjából, mind a kiemelt szegélyek oldaláról addig a csomópontig ezt az útszakaszt, tehát egy egységes egész lesz
A biztonságot fokozó megoldások közül érdemes kiemelni azt, hogy itt a szalagkorlát mellett 7 kilométeres szakaszon gyakorlatilag egy másfajta úgynevezett sodrony jellegű biztonsági elválasztás is megvalósul, amiről azt érdemes tudni, hogy ilyen hosszúságban Magyarországon sehol máshol nem használtuk ezt még. Reményeink szerint nagyon pozitív tapasztalatokat fognak az itt lélők, itt közlekedők ennél is érzékelni. Van egy másik innovatív elem, amit ennél a projektnél érdemes megemlíteni. Van egy olyan 500 méteres szakasz, ahol gyakorlatilag egy speciális acélháló beépítésével próbáljuk a hosszabb élettartamot a nyomvájusodás elkerülése révén is biztosítani. Ez egy kísérleti jellegű 500 méteres szakasz. Reményeink szerint a tapasztalatok majd vissza fogják igazolni, hogy megérte ezt a beruházást ilyen módon csinálni. Palkovics László innovációs és technológiai miniszter beszédében kiemelte, hogy a kormány célkitűzése az volt, hogy hazánkban minden település 30 percen belül elérhessen egy gyorsforgalmi utat, ezért országos útfejlesztésbe kezdtek. A miniszter szólt arról, hogy a kormány 2010-től 900 km autópályát épített hazánkban, amelyet magyar állami forrásból finanszíroztak. Szerencs, megelőzte ez a Zalaegerszeget, és ez egy nagyon tisztelt dolog, mint általában egyébként az országnak ez a része, tehát Észak-Alföld megelőzte Nyugat-Magyarországot már abban mindenképpen, hogy az autópálya építések területén legintenzívebben itt folyik az autópályák és autótoknak a építése, illetve felújítása. És akkor van egy harmadik célunk, amiben azt tűzte ki, hogy ahol ez értelmezhető, az autópályák menjenek el a határig, hiszen egy autópálya az nem csak lokális célokat szolgál, hanem tranzitforgalmat is biztosít. Na, itt szintén több helyen ezt elértük. Ha megnézzük azt, hogy milyen autópálya szakaszokat tudtuk Magyarországot bekötni a nemzetközi úthálózatba, akkor az országnak ebben a részében lehetünk erre büszkék. Ez egy 3600 milliárd forintos program, ami 2024-ben fog véget érni, és utána pedig utána pedig elkezdünk egy másik programot, sőt ezzel párhuzamosan, ahol a maradék autópályai fejlesztésével foglalkozunk. De azért, amit elértünk eddig, ez is egy nagyon komoly dolog, de az Európai Uniónak most jelent meg egy vizsgálata, megnézték azt, hogy 100 négyzetkilométerre esően melyik országba hány kilométer autópályát építettek, és Magyarország ebben a rangsorban a harmadik, illetve igazán a második, mert Luxemburg a második csak az egy kicsi ország, tehát a csehek előztek meg bennünket, de mi építettük területarányosan a második legtöbb autópályát. A projektek a kiemelt társadalmi igényeken alapuló közútfejlesztési program keretében hazai forrásból valósulnak meg nettó 21 milliárd forint értékben.